A koronavírus alatti jóslatokkal szemben hamarabb visszatértek a turisták a nyári szezonban, mondta el Podlovics Lajos, az Aquarius élmény és parkfürdő vezérigazgatója. Aminek különösen örültünk, hogy a román vendégek az elmúlt években nagyon nagy számban jelentek meg nálunk, és az idei évben is hasonló érdeklődés mutatkozott részükről. Ami egy picit megcsappant az elmúlt években, az a szlovák és a lengyel vendégek aránya volt, és hála Istennek őket is sikerült visszacsábítanunk. Ezt már most tényleg nem tudom, hogy minek a számlájára írjuk, mert a Covid-dal szerintem már nem nagyon kellene takarózni, az olyan értelemben már egy elenyésző számú ember van szerintem, aki erre még felkapja a fejét, és foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ahogy jósolták, hogy 2024-25-re rendeződik majd vissza a turizmus a legsötétebb Covid időszakban, annál azt gondolom, hogy egy picivel ez hamarabb történt meg, és egyébként pedig innentől kezdve már az dönti el, hogy eljön-e hozzánk a vendég, vagy nem, hogy mit kínálunk neki szolgáltatásban, és én úgy gondolom, hogy az Aquarius élmény és parkfürdő egy komplex szolgáltatást tud kínálni a vendégeknek. Mi nem egy rétegfürdő, hanem mi egy általában vett családi fürdő vagyunk, aki a legkisebbektől a legidősebbekig mindenkinek ki tudja szolgálni az igényeit, és hogyha ezt mi magas színvonalon tudjuk biztosítani, akkor azt gondolom, hogy mindenhonnan, a környező országokból és belföldről is meg tudjuk szólítani a hozzánk érkezőket. Május 27-én nyitottak ki Mátészalkán, és a jó időben bízva szeptember első heteiben is várják még a látogatókat. Ebbe az évben, amit kiemelnénk, az, hogy rengeteg táborunk volt, sporttábor, gyerektáborunk, úszótábor, Erzsébet tábor és több különleges vagy különböző sporttábor. Ugye a rossz idő ellenére is, mert voltak rosszabb időszakaink, hál' Istennek itt van nekünk az úszoda, ami megfelelő körülményeket biztosít akár az esős idős átvészelésére is. A Bergen-Gócia Fesztivál több ezres tömeget mozgatott meg a Tiszapartnál Vásárosnaményban. Filip Sándor polgármester úgy látja, a táj szépségeinek megőrzése mellett a rendezvényekkel lehet még vonzóbbá tenni a szabad strandot, de emellett a Szilva termál és wellness fürdő is várja a vendégeket. Elmondhatom, hogy Gergely Gornyára a Tiszaparti részre is kiemelten odafigyelünk. Itt alapvető gond a rengeteg nagyra nőtt fa a nyaralótelkek és a nyaralók között. Ezek visszavágása folyamatos, de egyszerűen nem tudunk oda érni, hiszen ez 100-150 millió forintba kerülne, úgyhogy apránként haladunk ilyen évenkénti 10-20 millió forintos beruházásokkal, favágásokkal, sokszor már alpinistákat kell hívnunk. De alapvetően a Tiszapart maga gyönyörű volt július közepétől, most aztán annyira szép a part, hogy öröm lemenni. Ugyancsak a Tisza mentén a top turisztikai fejlesztésekkel támogatott Tiszalökön is jól alakult az idei szezon, bár a hidegfrontok miatt nem volt egyenletes a vendégforgalom. Amikor hétközben jön a hidegfront, az a kisebbik rossz. De általában, aki abban reménykedik, hogy ez így lesz, annak csalódnia kell, mert most ezen a nyáron volt jó néhány olyan hétvége, hogy akkor romlott el az időjárás, és ugye a péntek, szombat, vasárnapi forgalmak azok magasan verik a hétközi forgalmat, úgyhogy ezek a problémák merültek fel, különben a strandon, akik oda látogatnak, ez azt jelenti, hogy szombat, vasárnap, hát általában majdnem mindig ki kell rakni a teltházban, ez egy 800 főt jelent, körülbelül ilyen hétvégék voltak, hogy az időjárás rendben volt, és a sok szolgáltatással együtt azt gondolom mindent megkapnak az oda látogatók. Gömze Sándor polgármester szerint a melegebb szeptemberi napokon is folytatódhat a strandturizmus Tiszalökön, ahol a fürdőzés mellett más szolgáltatások is várják az ideérkezőket.